reggelt! Legutóbb, amikor csináltam egy ilyen főzős, takarítós, otthonlevős, otthonteremtős vlogot, akkor azt mondtátok, hogy nagyon tetszik nektek, úgyhogy nem szerettelek volna titeket sokáig új videó nélkül hagyni, és arra gondoltam, hogy megint csinálok egy ilyet. Ugyanis ma projektekben vagyunk Atival, innen a 3 deci kávé reggelire. Szokásosan pár havonta megálmodom, hogy nekem nem tetszik a nappalink se a lakásunk úgy, ahogy van, úgyhogy most ilyen állapotok uralkodnak itt. Vettem tegnap egy új komódot, hát most ebből ennyit tudok nektek megmutatni, de ezt tegnap én 7:30-kor kezdtem el összerakni, Ati becsatlakozott 10-kor, és majdnem éjfélig csináltuk. Ez a legrosszabb Lego volt ever, és igazából ennek a helyére vettem, mert mint látjátok, hát eléggé meg van ütődve, nagyon régi mézi odapisilt. Kisebb is, tehát ez 4 fiókos, vagy 3, sőt 3 fiókos, ez pedig 6 lesz. Úgyhogy a mai napon ebből a kis kupis koszos nappaliból egy kis csoda nappalit fogunk varázsolni, meg még van bőven feladatunk. Amúgy erre a hangra szoktunk kelni. Képesztő srácok. Hasatokra süt a nap. Hallottak, és makimajom. Na, ti segít nekem feltenni az új polcot. Amúgy szerintem tökéletes helyre raktad be. Lengyel Attila a borbé. Hi, babe. Na, első körben eddig haladtunk, bekerült az új polc. Ati feltette nekem, behúztuk a tegnap összerakott komód alapot, és leraktuk a szőnyegünket, amit elvittünk bár szőnyeg tisztítóba, és nem vagyok teljesen megelégedve azért vele. Én azt hittem, hogy tisztább lesz, de mindegy. Tiszta, tisztább, mint volt. Eszem egy gyors reggelit, és indul a nap. Oké, elkészültem a napra, egy kis fekete lett az outfitem. Semmi extra, egy picike smink, mert dolgozni fogok, tudjátok, hogy szeretek úgy tenni, mintha nem home office-ba lennék mindig. Nagyon szerencsés vagyok, hogy home office-be vagyok, de néha úgy hiányzik, hogy így elkészüljek, tudjátok. Viszont mielőtt folytatjuk a videót, szeretném nagyon megköszönni a Tiplinónak, hogy szponzorálták a mai videómat, és nézzük is, hogy mi az a Tiplinó, mert szerintem kíváncsiak vagytok rá. A Tiplinó egy cashback portál, a cashback azt jelenti, hogy pénzvisszaszerzés, tehát, hogyha felmentek a Tiplinó oldalára, ahol több mint 350 márka webshop közül tudtok választani, és a Tiplinón keresztül kattintotok az adott webshopra, tehát tételez fel. Szeretnétek venni egy pólót? Felmentek a Tiplinóra, megkerestek a kedvenc boltotokat, rákattintotok, a Tiplinó átirányít a webáruházba, te ott megvásárolsz egy pólót 5500 forintért, a Tiplinó megjutalmaz téged, hogy az ő oldalukon keresztül vásároltál. Tehát tételezzük fel, hogy az 5500 forintos pólónál 10% jár vissza, a webshop azonnal értesíti a Tiplinót, hogy rajtuk keresztül történt a vásárlás, ők pedig visszautalnak a te bankszámládra mondjuk 5500 forintból 10%-ot, 550 forint. Zseni, kapok érte ajándékpénzt, hogy évfélkor nekiállok vásárolni mindenféle olyan dolgokat, amikre nincs is szükségem, de nagyon élvezem. Illetve felajánlott még egy dolgot a Tiplinó a követőimnek, az pedig az, hogyha a leírásba leteszek nektek egy linket, akkor plusz 1000 forint bónuszjutalomban részesülhettek, ha azon a linken keresztül regisztráltok. I mean, itt nem lehet veszteni. Nagyon szépen köszönöm a Tiplinónak, hogy támogatták a videómat, és hogy 24 év után értesítettek róla, hogy ilyen van, mert ezek után gondolhatjátok, hogy hol fogok én is egész nap shoppingolni. Na, folytassuk a videót! Szóval, ahogy mondtam, dolgoznom kell, és eszmetlenül hosszú a to-do listám mára. Válaszolnom kell egy csomó e-mailre, ez az Excel, ez az életem, hogy ezt kell töltögetnem, és belehalok, kb. Minden alkalommal leszívja az életemet. Ezt mindjárt kifejtem nektek, hogy remix videó. Instagram story-t kell kitennem róla, a komódot össze kell raknom, mert még mindig így áll. Át kell pakolnom a másik komódból, ki kell takarítanom, mert ha egy részén dolgozol a lakásnak, az összes többi katasztrófa lesz. Még gondolkozom, hogy elmenjek a Pepco-ba vagy a Kikbe, nem valószínű, hogy elfogok, de felírtam, hogy ne felejtsem el. Vacsit kell csinálnom, és ma van a dédi mamám 94. születésnapja is. Amiről még kiderül, hogy meg tudom-e élőben köszönteni, vagy telefonon hívom fel, még eldől. Wow. És a remix, ha esetleg most kattintottál először a csatornámra, vagy nem tudod, hogy vannak dalaim is, túl sok Hannah Montanát néztem gyerekkoromban, és igazából amikor nem éppen otthon teremtek, főzök, mosok, takarítok, akkor dalokat írunk a Raullal, amiket kiadunk, klippet forgatunk, és ilyen eszméletlen fordulatot vett az életem az álmaim irányában, mert én erre mindig is vágytam. És hihetetlen, hogy ezt mondom, hogy kint vannak a videóklipjeim, amit több millióan megnéztetek.
What? Ezt még mindig nem tudom megemészteni, hogy ez megtörtént. És az első dalunkhoz, a Talán feladomhoz készült egy bomba remix, de olyan bomba, hogy megkeresett minket Milán, hogy csinálta nekünk egy remixet a dalunkra, illetve elkezdte szerintünk érdemesebb folytatni, mondom, what are you talking about? Úristen, hát zseniális! Egy-egy perces demót küldött belőle, és meghaltam érte. Úgyhogy megcsinálta a teljes remixet, lett rá forgatva egy, hát nem lett rá forgatva, lett rá csinálva egy videó, majd meglátjátok. Ezen a pont, amikor ezt nézitek, addigra már fent van. Az első koncert felvételeimmel, ugye Raúlnak nem az volt az első, színeztük a videót, úgyhogy nézzétek meg és hallgassátok meg. Én azt mondom, hogy rá fogtok függeni. Én ráfügtem. On repeat hallgatom azt a remixet. Egyszerűen zseniális. Azt ma fogom posztolni, ahhoz kell indexképet csinálnom, illetve Instagramon szólni nektek, hogy meg tudjátok most már hallgatni. Ez meglepetés, most még amikor ezt a videót épp felveszem, nem tudtok róla, hogy ez érkezik, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és lássunk is neki, mert vészesen fogy az idő, de előtte eszek, mert már megfájdult a fejem, azzal az egy joghurttal sokáig nem húztam. Tegnap csináltam kajcsit, remélem felmelegítve jó lesz. Így a hortobágyi... Na hát igen, ez így elég gondolatban néz ki, de a hortobágyi palacsinta vonalon indultam már, úgyhogy húsival van töltve, meg ilyen tejföllel, és palacsintában van ez a ragú egybesütve sajttal, úgyhogy kb. Ez. Jó lesz nekem ez most. Lehet, hogy fel kéne vennem a szemüvegemet, mert már így is annyira fáj a fejem. Na jó, ez órákat, egy fél napot fog igénybe venni, hogy a számítógépes, vagy laptopos, vagy nem tudom milyenes munkáimat megcsináljam. Hogy nem lesz az egész timelapse, bele egy picit felveszek belőle. We can do what we like. We can do what we like. Baby, while we're young. Most az Instagram story-n fogok dolgozni, hogy a remixhez legyen egy kis felhúzható link. Tudjátok, ez ilyen, amit így Instán fel lehet húzni. Ilyen kis swipe-upos dolog. Kipipáljuk. Sziasztok, srácok! Szeretnék szólni róla nektek, hogy valami eszméletlenül exciting fog ma történni, ugyanis ki fog kerülni a Talán feladomhoz készült remix a YouTube csatornán. Oké, és kikerült ez is, úgyhogy ezzel is megvagyok. Most már ezt is kipipálhatom. Amúgy a leírásban lesz, ha meg szeretnétek nézni. Végre! Ó, Istenet, rámesteledik ez a vitaminom amúgy. Kaptam egy csomagot. Kedves Inez, fogad tőlünk szeretettel ezt a kis válogatást a Halloween termékeimből. Thank you guys! Ó, Istenet, imádom! Figyeld, valaki jön, valaki imádja még rajtam kívül ezeket szagolgatni. Mézi szereti a parfümöket, komolyan mondom, ő nem is kutya, ő félig ember. Milyen szagoljuk, babám. Nézd, milyen szépen leül. Na? Várjál. Nem fürdünk, nyugi. Ennek amúgy zseni illata van. Fürdőbombát érzek. Nyomi! Oda néz! Megijedtem, hogy a szája nincs neki ott. Na milyen? Nézi, páááááá! Dúsfürdő slime. Ezt nem hiszem el, és még mindig. Trick or treat ajakra dír. Ú, de menő. Nagyon szépen köszönöm! És most jön az IKEA bútor összeszerelés. Ilyen lesz majd ez a kis komód. És hat fiókot kell összeraknom. Egyet megszereltem, vagy beszereltem. Milyen jól csukódik. Az.
dan, dan! Beállt a derekam, mire ezt összeraktam, de az összkép annyival jobb itt, hogy az hihetetlen, majd este megmutatom. Mindig egy kávét iszok egy nap, de most kettőt fogok, mert nem bírom. Szerintem megérdemlek egy ilyet. Ilyet még nem ittam. Úristen, Ati megitta a tejet. Nincs itthon több tej. És ki szeretnék takarítani, mielőtt bevásárolni megyek. Mert nem bírom így itt hagyni a lakást. Leginkább csinálni egy takarítós montást, de most ez nem jött össze, mert pont belemerült a kamerám. Úgyhogy ez most nem lesz. A hálószobába és a fürdőszobába a lábam nem tettem be, viszont itt, ahol a papok táncolnak, itt kitakarítottam. Szóval szép a konyha, le tudunk szépen ülni vacsizni, ez megy a fürdőszobába. Itt ezt még elölhagytam, mert este még van egy kis dolog a komóddal, és megcsináltam a nappalit is. Itt van az egyelőre üres komód, és ide fentre csináltam egy ilyen kis kompozíciót. Van itt egy növény, mű, mert megölném. Toasted coconut mocha gyertya, vannak rajta tökök, azt lássátok azért. Őszes, el van rejtve, és egy zarahomos illatosító. Megyek már, szóval igen, kiteregetem azt a pár dolgot, ami a gépbe volt, és elmegyek az Aldiba bevásárolni a vacsorához, de most rá kell gondolnom, hogy valami kaját kell csinálnom is, de valamit csinálok. Na bocsi, a kupiért ott hátul, csak volt egy egész napos forgatásom, és még abból is itt vannak a cuccok hátul, meg az IKEA kör miatt le kellett hajtanom a hátsó részt, úgyhogy kicsit még kuplerájos, viszont most van egy nagyon fontos hívásom, amit még meg kell tennem, mielőtt elmegyek az Aldiba. Na jó, be akartam jelentkezni hozzá holnap látogatóba, de így meglepi leszek. Szegény Érikém nem hall olyan jól, ma 94 éves, úgyhogy holnap meghúzogatom a fülét. Na, menjünk az Aldiba. Wow! Fajta vacsit fogok csinálni, az egyik az enyém, az ilyen lesz, ilyen csirke szárnyak. Atinak egy kérés volt reggel, hogy ne legyen csirke vacsi. Pedig nem is szoktam egyébként gyakran, vagy mindig csirkés ételt csinálni, de ő most nem kívánta a csirkét, úgyhogy neki meg fogok csinálni hamburgert, mini hamburgert, nem kaptam marha darált húst, úgyhogy most ilyen kevert lesz. Vettem hozzá neki cheddar sajtot. Ó, én még a csirkeszárnyak mellé fogok csinálni ebből ilyen kis, hát nem francia salátát, nem tudom minek hívják, tejfölle kikeverem, laktózmentessel, illetve azt vettem. teljesen hülye vagyok ma. Van ez a kis mini burger buci. És lássuk, hogy áll ez a lista. Átpakolni este fogok tudni, ha Ati befejezte a komódot. Kitakarítottam, ez biztos, hogy nem fog ma megtörténni, túl fáradt vagyok hozzá. Hát dédikémet felhívtam, holnap meglátogatom, úgyhogy már csak a vacsi maradt, és a többi kész. Na, ezek várják, hogy előmelegedjen a sütő, közben forra víz ennek. És alapvetően én mindig csak marhahúst használok, hogyha burgert csinálok itthon, viszont így, hogy sertés marha lett, így úgy döntöttem, hogy befűszerezem. A marhahúst azt sose szoktam, csak megsózom, megborsozom, viszont erre teszek és bele is keverem a sót, borsot, jó sok fokhagymát,
Ezt az Ázsia Centerben vettem, ez ilyen beef, bulgogi, nem tudom mi a magyar neve, vagy őszinte legyek, még az angol sem tudom, hogy mi ez bulgogi. Hát nem tudom mi ez, de nagyon jól áll a húsoknak. Kihozza a marhahúsnak az ízét. Így barbecue szósz már nem is teszek bele, mert ez kb. Ugyanaz. És ketchupot se. Ezeket TikTokon láttam, ezeket a majomságokat, amúgy ilyeneket kell beletenni, de meggondoltam magam. Ezzel összegyúrom. Na, sülnek a szárnyak, nyugi, nem ennyi az idő. Fel van állítva. Sülnek a szárnyak, ide mindjárt be is rakom ezt, és jöhetnek ide a kis hamburger húsi Katinak. Oké. Ó, de cuki! Tettem rá cheddar sajtot, a buci tetejére pedig ilyet fogok tenni. Fokhagyma és karamellizált hagymás majonéz. Mi a baj, Mézi? Mindjárt bejön apa. Így. És kész is van az uram meccsnézős vacsia. Na most már bármelyik pillanatban megjöhet a ti. Itt az ő kajcsia, hambik, itt az enyém, ez a kis, nem tudom tényleg behatárolni mi ez. Mondjátok meg ti. És a csirkeszárnyak. Nem mondd, hogy nem falnád. Meggyújtok egy gyertyát nekünk, szerintem megérdemeljük a péntek esti romi vacsit. Semmi baj. Kis mini lakáska, szép lett? Szép! Nagyon tetszik. Köszi. Ügyes vagy nagyon. Köszi. Tetszik. Bigike, nem pisilünk rá. Esünk ágába sincs rá pislantani. Jó? Ügyes kislány vagy, megtanultad, ne csábuljál el, jó? Ne csábulj. Jajjaj! Valaki majdnem leült pislákolni, akinek napellenzős a haja. Meg kell igazítani a haját! Napellenzős az ő haja! Napellenzős! Eljött a napon kedvenc pontja. Ezt a pupa küldte nekem. Nagyon köszönöm, ez egy olyan túlsfürdő, ami 10 extender. Szóval meghosszabbítja, hogyha lebarnultál. A kis megszerzett minimális színemet szeretném is megtartani, úgyhogy most ezzel fogok fürödni pár hétig. Na, Mézi és Ati nézik a meccset. Annyira elégedett vagyok a végeredménnyel. Atival azt beszéltük, hogy szerintünk ide annyival jobb ez a komód, mint az előző, nem Ati? Úgyhogy megéri pár havonta átcsapnom lakberendezőbe. Egyébként tök sokszor szoktam hallani, hogy az IKEA-s bútor összerakás az ilyen feladat kéne legyen házasság előtt, hogy közösen rakjatok össze IKEA-s bútort. De mi nem szoktunk összeveszni bútor összerakás közben. Nagyon szisztematikusan dolgozunk együtt. Én vagyok a... mi vagyok én? Igen, de én is megcsinálom, szóval igazából nekem is jár közben a kezem, én belerakosgatom a fákat, meg amúgy fúrok, faragok is, tehát megtanultam használni a csavarbehajtót is. Na, közben berendezkedtem, itt vannak az ágyneműk, párnahúzatok, karácsonyik, és nem jut a szembe. Izé, betegítő, nem beteg. Nem tudom. Izé, kendő, főzős ruhák. Konyharuhák, takarítókendők, türcsik, fürdőszobaszőnyeg, sima türcsik, és még több fürdőszobaszőnyeg. Egyelőre így nézünk ki. Korán lefeküdtem. Vagyis korán lefekszem, Ati még nyom egy pár körfifát. Hány körfifát fogsz-e még nyomni, Ati? Egyet, gondoltam, mert ő is mindjárt lecsukódik a szem, olyan fáradt. A szem az brutál ki van száradva, úgyhogy teszek fel ilyen maszkot. Akartam nektek mutatni, hogy én már 10 évesen vlogger akartam amúgy lenni, amikor még ilyen nem is volt egy vlogger. 2007-ben én már magamat videóztam, és tévés bemondósat játszottam, riportereset, ész nélkül kameráztam magamat. Ezzel megtaláltam ezt a fiókba most, hogy pakoltam, 4 megapixel, ez akkora dolognak számított, hogy kaptam egy ilyet amúgy karácsonyra, sőt nem is én kaptam, hanem úgy vették anyáik, hogy ez így a családé, tehát hogy így
Én úgy gondoltam, hogy az enyém kijelzője, kis kocka is lehetett, amit te úgy gondoltad, hogy te úgy akarsz, de már veszélyes, benyomhattad és nézhetted a kocka kijelzőn is, akkor te már nagyon haladtál a korral, ha itt nézted és nem itt. Úgyhogy hihetetlen, hogy milyen öreg vagyok. Bújtizzunk össze, baba. Kiszedted a hajad? Ezeket ilyen képeket a falon, hát annyira szeretem. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videómban. Jó éjt, sziasztok!